Mindig van favorit nóta, aztán újra meg újra ugyanaz. Nézem, ahogy az éjszakából nappal lesz, ahogy kirajzolódik előttem a tár. Az egy mágikus érzés. Érted, Léki? Búgócsika. Mi? Miféle búgócsika? Az könnyű magának. Miért? Mert magának mindenütt van barátja. Magának van lakása. Magának van felesége. És? Mindenkinek van felesége. Akkor hagyjon engem békén, jó? Poklós felébe. Kis hülye! És akkor rám nézett, és azt mondta, hogy kisasszony tudna nekem hozni egy ruha kefért. És? És én milyen a szemébe néztem, és azt mondtam, hogy azonnal hozom. És? Hát hoztam. Na, és volt valami? Hát semmi. Miből gondolt, hogy tetszel neki? Hát azt érzi az ember. Hát te tiszta hülye vagy. Végül is mindenki szűz, nem? Visszajövök, érted? Ne zörögjél már. Megyek el. Mikor jössz? Semmikor se jövök. Az jó. Tizenhetedik napján Szent Mihály havának, anno 1995, kezdém ez írást. Jócska fertály esztendőkkel ennek előtte. Akár módi, akár ásatag, nem félek meggyónni. A szók nékem legerős utámasz. Yeah.
Ezüsttel megvert stóla, úgy tekeredett vala lassacskán ránk a hívesség, ottan, akkor a tópartján. Már asszon lettem, elégedett valék és tikkat, tetem a tetevemből. Magamhoz szorosítám nagyságos szegény Kéri Márton uram ékes kezei. A tóról felszállt vala a pára, hattyúk úsztanak. 17-et számoltunk össze, a 17 az prím szám, mondta Kéri uram. És hogy mi volna a prím szám? Prím szám az volna az, mi csak önmagával és egyel volna osztható. Osztható meg az, hogy maradék nélkül megvan. Csak az számít, mondá Kéri, pusztán az, valamit az emberek az elalvás előtti 5 percekben gondolnak. Az 5-es prím, válaszoltam vala, sovány eszezés múltán. És ezt, hogy az 5 prím, jó jelnek alejtom vala. Mi van, Naxos? Vacsora. Ne tudjak az asszonynak. Hát, ha kijönél valamit. Semmi. Jöhet? Rossz és hideg. És az baj? Nem baj. Csak az a bajnak szólsz, hogy nem bírok egyedül fürödni. Csak az. Majd holnap, Rikém. Majd holnap.
szólsz, a kurva linikét! Mi a baj, Lilika? Mit hozzak, Lilikém? Mit hozzak? Nem mondom, hogy másnak nincs ilyen, de hát ezüst. Születésnapod van? Azért ez már valami, nem? 52 éves vagyok. Ez az első ezüst cigarettatárcám. Nehezek a reggel. Túl sok pálinkát iszok. A feleségemtől kaptam. Jó asszony. Sokat gondolok az Istenre. Neki is gondolnia kéne már rám. Nagyon jó. Tegnap azt mondta, hogy elmegy és lenyúzatja a szőrt a lábáról. Én nem engedtem. Erősködött, hogy jobban akar nekem tetszeni. Megfokoztam. Szeretem a szőrt, vagyis... Vagyis a szűrösséget. Csak két nap szerelmem. Meg kell, hogy értsd. Nem értem meg. Tudod, hogy nem szeretem a botrányt. Nem értem meg. Csak két nap. Jó? Jó? Nem. Add vissza. Nem. Add vissza az akómat. Add vissza. Nem értem meg. Nem értem meg. Add vissza. Nem értem meg. Add vissza. Az... Nem értem meg. 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 Én vagyok. Jó, figyelj! Most azonnal jelentkezz be... Hogy ne fogna gyanút ki, azt foghatna. Elméne két napokra vissza, mutatni magát hon. Nőhöz méne, nőtől.
Miért ilyen vigyázatos ez az ember, az, kit szeretek? Miért ügyel ez ennyire a boldogságára, hogy mindegyik pillanatát invertálba veszi? Miért bufurckodik búcsúztában, hogy asszon vigyázna majd rám, nehogy elkanászosodná? Szia. Egyébként megkértem, hogy vigyázzon rád. És rád ki vigyáz? Circiter 40 lehetett. Három gyereke mind hegedüle. A férje meg sítanár üzleti úton vala, amin igencsak röhögtünk alattomban, hogy egy sítanár a májusi forróságban üzleti úton volna. A május. Szerelemre csábító hónap. Az április is. Legyél az én májusi hókotróm. A szerelemre. A szerelemre. Milyen szép a kezed. A kezem. Még nem mondta senki. Mutasd. Tényleg szép. Tedd le. Gyönyörű. A körmöd. Az ujjaid. Várjunk csak. Milyen hosszú. A bőröd. Csodálatos. De jó. Szép a kezem. Mm-hmm. Szép kezem van. Mutasd. Mm-hmm. A tiéd is szép. Milyen puha meleg tenyered van. Menjünk úszni. A várástól félek. A jelent szeretem, a jövőtől rettegek. Attól es az, mit majd, mint jelent, annak utána szeretni fogok. Nem lévél más választásom. Leszegett fővel fél lépésnyire előlem méne. Mindkettő ingerelt.
felhívtam ide a telefonszám. Williams! Köszönöm! Itt fogunk lakni. Gratulálok. Miért? Marcihoz. Engem már 2 hónapig kilógott, csak meg nem sikerült elköltöznöm, szóval vége. Figyelsz ki? Nem érdekes. Azt tudod, hogy van feleségem? Azt tudom. Én te ismered? Ja. És milyen? Szőke? Szőke bombázó. Köszönöm. Nekem még meg kell találnom az új fiút, a kézbe költözhetek. Addig maradnék. Marit nem lehetett szeretni. Olyan valamint a tükör. Magam szerettem benne. Például úgy, hogy nem lő ki ránta irigy bánatos. Ennek okáért szeliden gondoltam el magamra. A ruháit nékem vékon pénzeken továbbadogatá egyivel, melyeket igenis föltehető maga kéri ajándékhoz, talán még neki elép. Folyton csak elmentél. Én éneklem a bokát, mert ez magasabb. Mert sosem volt szép, mert sosem volt szép, mert sosem volt szép, mert sosem volt elég, mert sosem volt elég, mert mindig csak fájt, mert mindig csak fájt, és te folyton csak elmentél. Be kéne magad kötni. Mert te folyton csak elmentél. Tehát, mert sosem volt szép. Cik. Mert sosem volt szép. Cik. Mert sosem volt elég. Mert sosem volt szép. Mert sosem volt elég. Mert mindig csak fájt. Folyton csak elmentél. Szabad.
Szeretek én vala dolgozni. Ösmerém a mocsok külön-külön fajait, természetit, undokszíneiket, és lomha meg izmos terjedésiket. És dühött, személemben való háborút folytaték rontásukra. Későbben látván a gyarlódást, ez bennem a rend képzetét kelté. Hogy Istenem országa, tudom, hogy csacsi szó, általam így teret nyert volna, ha csak szűkön is. Mi a baj, kislány? Baj van? Baj van. A divat szekció ma a World Wide Web. Ez a világ körüli pókháló, ami az internetnek ma a legdrágább színes, szélesvásznú szolgáltatása. Ma már milliókat költenek rá, és nem csak külföldön, idehaza is. Szia, Lili! Képzeld, elköltözöm. Szia, vigyél oda. Hová mész? Segíthetnél összepakolni? Reggel korán indulok. Oda megyek hozzá. Hová? Azt se tudod, hol lakik. De te tudod, nem? Bécsbe megyek. Még az is lehet, hogy feleségül vesz. Nem érdekel, hogy ki? Megyünk, gyere! Minek? Na, dobd be! Dobd! És tőle kaptam. Akarod? Szeretem. Gratulálok. Én már nem. Ő is szeret engem. Mondta? Mondta. Nekem soha. A feleségét is szereti? Thank you.
Maga nagyon szép. És? El fogom venni magától. Már nem is a magáé, tudja? Mit akar? Na ne csináljon úgy, mintha nem értené, jó? Megőrült! Teres vagyok Mártontól, és gyerekünk lesz, gyönyörű gyerekünk! A megszokottnál kevesebb oldalon jelent meg az Express hirdetési újság szombati száma. Ugyanis a számítógépes program készítője egy telefonvonalon leadott számítógépes parancs szerint letiltotta a hirdetés felvételre alkalmas számítógépes programot. A szoftvert készítő Kft. Vezetőjét, Kéri Mártont itt a Zeneakadémián sikerült utolérnünk, ahol a ma esti elektronikus zenei koncert főszponzoraként... Bocsánat, egyedüli szponzoraként. Egyedüli, elnézést. Boldogan jelentettem ki, hogy a ma esti koncertet Magyarországon először egy számítógép vezérli. A mi szoftverünk, ami bár amerikai segítséggel készült, egy hosszú, több hónapos... Igen, ne haraguljon, de ön jogszerűnek tartja az Express számítógépes programjának megbénítását? Nézze, én mint a számítás technikai Kft. Ügyvezető igazgatója nyugodtan állíthatom, hogy... Terhes vagyok, hallod, gyerekünk lesz. Szeretlek, Márton! Szeretlek! Márton, ezt mondjuk mindenkinek! Ez a nem egyenlő! Nagyon boldogok vagyunk, hogy gyerekünk! Most se tudom, ki ez a nő. Gyönyörű gyerekünk! Tehát másodszor pedig bejelentettük, hogy a... Takarodj a házattól! Maradni akarok. Azt mondtam, hogy takarodj, világos? Na nyomás! Majd fölmegyek hozzád, na, mindent megbeszélünk, na indulás! Nem akarok. Mit akarsz az istenit? Na mindjárt megbolondulok. Amely minden DX2-es rendszer alaplapján megtalálható. Aláírás, üdvözlet. Te, ha kész vagy, akkor hívjál vissza, jó? Még ma este. Kösz. Azt tudod, hogy el kell vetetned. Szeretlek. Akkor? Akkor rendben? Szeretlek. Ide figyelj, én mindent elintézek, jó? Mindent. Szeretnék szülni. Neked akarok szülni. Ne. Na, hát az nem. Az nem. Nem érzik sem testben, sem lélekben semmit. Fájdalmat is alig. Csak azt az átokvert illetéktelenséget, hogy ottan turkáltanak én belőlem. Egy csippentés, annyi.
mintha valakik bent, belül csip-csip csókát játszottak volna. Kik? Na és ki volnék én? Kicsoda? Élet-halál hitvány ura. Nem ellenedre mondom. Nemes szemrehányásul. De nagyon fáj, hogy nem szerethetlek úgy, mint akarnálak. És bírnálak. Ezt én mondom vala. Szegény Domine kéri. Én múlós szerelme. Fekete állat prüszköl setét bársonyában. Blackbox jargal idegen vidéken. Először utazék alvókocsiban. Hárman volnánk, döccenünk, forgolódunk, veckendünk. Éber mákony, penész pihenés. Ez akkor kurtan ezt követő. Egy kéz elfogja a falomat, belesimít. Ismerkednek. Hamarsággal tovább áll. Gyöngéden fölfeszíti párás kis nadrágot. De ottan ez csak suhantásra üdőz. Ellenőröz. Nem visz végbe engeme. Sajnálom, es meg nem es. Dök fáradt gyengécske élőlé. Reggel lustán vizslatom őket. A férfi, s az asszony. Melikök lehetett. Udvariasak, rezerváltan hibátlanok. Egy tetemön vagyon. Hát te teljesen hülye vagy. Figyelj, a feleséged is szőke, a Mari is szőke volt. Hát mindjárt megbolondulok. Megyünk. Leülsz.
Na, itt vársz rám. Mikor jössz? Majd. Bocsánat. WC. Toalett. Pálámat mazzal. Sietve bérekezkedik a női részlegbe. Felhúzom, letolom, ülök, várok. Nyílik a külső ajtó. Hallom a levegőzését. Csönd. Az egész megrészletezve lejátszom fejemben, sajdítva, hová tenném majd föl a lábom. Mely kiszöggelésbe támaszkodnám, azaz fogódznám. Jó lesz, vigyorgok magam elé a keramit kockákra. Fekete-fehér, fekete-fehér, igen, igen. Ez minutában. Akár gát, szakadván saros árvíz, közdióni darabos vér ömlék bennem. Ott vagyok. Az vagyok én, azok a sötét darabok. Időben, nem kényére, asszonyi bajom megérkezett. Ilyen hülye bal végzetet, hogy egy tetemön vagyon. Ne is rúcsik a kést, hogy te nyilvaz mozsná. Mindjárt megvalondulok. No, smatri, drug moj. Transport už je v Одессе, да? Да или нет? Я не получил деньги, я не получил бумажку, я камионе нет. Figyelj, te meg igazán szólhattál volna, hogy most nem lehet. Nem veled, nézd te, hogy gavarim, zsdi. Miért eddig sose zavar? De most zavar, érted? Mit szólna a személyzet, összevéreznénk az árnyémit? Hogy érdekel a személyzet? Hogy? Figyelj, engem érdekel, tudod? Tudod, én mindig itt lakom, tudod? Figyelj, én itt dolgozom, érted? Nekem ez igazán is fontos. Vegyél nekem valamit. Hogy vásároljunk, vagy kiránduljunk, vagy csináljunk már valamit. Zna is to, Gosha, zna is to. Csezd meg azt az uraluntúli csámpás nénikédet, azt avval szórakozzál. Afal a pufajkás, büdöslábú apáddal ott van. Ne. Kanyec! A férjem csak kedden jön haza. Siel most is? Igen, valami olyasmi. Tényleg eljössz? Ráérek egész hétvégén. Odafelé tüzetesen végig képzelni minden szót, minden mozdulatot, minden szemilleket, engemet és őtet. Mi lészen? Hogyan lészen jó meg rossz? Vajon s mi lészen a határ? Mi volna, noha megfojtanám? Suttogó ákácosban, a meggyalázott halott lenyírott szömérömével szájában.
Exitus oka fulladás. Titkomat és szégyenemet magával vette. Le kell vegyem a bugyimat. Fél lábon egyensúlyozok, vállába kapaszkodom. A zsebébe gyűri. Ugyan sétálunk tovább, hogy ez már szinte kirándulás. Hiszem, kilométereken át a szoknyám alatt tartja a kezét. A lépéseket figyeli. A combok zaját, a surlódást. Előre nyújtja egyes ujját, mely oda bészökik. A zöldes kék vízben átalvernek az ízek. Rémeltem, majd diadalíva, majd esmét rémeltem, majd már összeköpülődve látom, hogy megváltozik a tetemem. Szőlem puhább lesz, és feketébbül lebarnul. Ez volna az egyik oldal. Viszont a lábaim hosszúak, combom előkelő, ajkam teljes. Itt lecsinálhatnám azt a 10 évet, valamit amott veszíték. Ő zugrik a közeli bokor megett. Egymásra ijesztünk vala. Emberi tekintete vagyon. Hívogatom. Nagyon vágyódom közelére. Óvatos. Nem bízik bennem, ahogy énes nem ő benne. Elbőgöm magam, megsajnál. Oda nyomkodja gyömöszli minden hú meleg orrocskáját, vagy hideg. Szeretlek, mondom neki, éles csend után. Akáclombok sivításában azt mondja az őz, kedvetlen komolysággal. Egy tetemöt vagyon.
Die 23. július, az 1995. esztendőben, virradólag. Kevés héján életem elcseppen vala. Nagyságos, szegény, Kéri Márton uram, ennem mozgó ördeghintaja megiramolván, neki csapódik egy felette zömök tölgynek, én egybe madárként repülék, majd nehéz kőként hullék, neki baja semmi történt. Fölcsepekezvén, maga kezeiben elbágyadott engemet hosszú úton vött az emberekig. Istennek hála szöröncsésen, holott meg nem újultam még csak az ispotályban. De ottan azonos lábaimat metszeni kellett. Azoltától fogva görgős székben feküdöm. Pazarod magad. Szeretem a fiúkat, édes. Azért. Mondjál már valamit, jó? Rahat büdös szemét, kurva! Rahat büdös szemét, kurva! Mi? Most mit vered? Mi? Felrobbant pipacsok a számba. Tél nyílik a nyárból. Az orcán fekete. Hideg szivárkodik erdőbe. Havon poros árnyék. Az ölem fekete. Micsoda leppentő benzinszag. Lüktetek búzaföld. Emberem fekete. Tárt-tárt karom. Kereszt, sár, göröngy. Alattam az ég volt. Igazon fekete.
Szinte mint a labrigáta, hé Fanny Kamelman. Kiterelt az életűből. Elmúlatott, értem én. Csak ugyanezt vélem nem lehet megtenni. Mentségére mondom. Ezt én se gondoltam volna, hogy engemet el lehetne hagyni. Engemet. Valaki tetőmig szerelem vónék. Ugyan kérem az. És ezt a Domine igenes tudja. Tudnia köl. Én nem azt kérém, hagyd nál a családját. Az se, hogy szeret neki feleségül. Nem kérik semmiket, csak őtet. Lenne minden úgyan, ahogy te akarod. Még osztozni és hajlék. Ki kívánhatna többet? Elhagyni tannám. Lemondani róla nem. Mert itt ígyen valahogy át kell parancsolnom, hogy magamra tudjak ismerni. Jó reggelt! Leviszel, Naxosz. Fölöltözöm, és már mehetünk is. Hozok török, hozok török üzet. És Pálinkát? És levigyelek. Akarod, hogy levigyelek? Leviszlek. 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 Isten. A második a csőrepedés van. Mi lesz, Maxos? Olyan sürgős? Igen, hagyjál a kunnét, gyere! Mit szólsz bele? Úgyis nekem kell elpakolni! Menj be nyugodtan a feleségedhez. Én tudom, hogy nem szereti, hogyha itt tologatsz. A csőrepedés, tudod? Kijövök. Egy óra múlva, jó? Á, ráértél be. Férjhez akarok menni Kéri Mártonhoz. És férjhez akarok menni magamhoz. És férjhez akarok menni édesanyámhoz, és végre édesapámhoz. Azon cél túl vezéreltetve, hogy kézen közön maradék kis boldogsághoz jutnék, és a szentségi házasság révén elnyerném az ég támaszát, és apám, uram, gyönyörűm, hálaszolja legyenesben, hogy igent, vagy nemet.
Veszteglek agytanácsot, segíts! Mióta kérlek, és mióta ígéred? Hagyjuk. Tudni kívánom, Istennek tetsző-e az életem? Beszélj! Nélkülem te se volna a lapa, ne feledd! Miért nem szeretsz, édes Lilikém? Cocaölésre möntünk vala, én szerelmes apám urammal. Belenyúltam vala a felvágott disznó hasába, a gőzölgő, párolgó, bőfséget belek közé. Elég lehetett elvonszozni engemet onnét. A meleg bél az jó, mint Brazília. Maszatos az életem. Az a gyáva. Nem a szeretet kiszolgáltatottsága, hanem jobban komótos kandiság. Egy experimentáló, két vágyó apáca. Ez kivolnék. Illetlen beszéd. Szeretni. Jó. De ugyan mi a szeretet? Ezesköd megegyezés. Rombolok, ahová lépek. A szeretet pöcsétjével rombolok. Emmagán kívül kit ezt szeretnénk? Maga mentségeket eszkáválok, zsugorodott ripacs, apám édes. Szerelmemet én engedelmességgel véghez vinni el nem múlatok. Nézd meg! Elmúlt! Vége! Soha. Csokonai Lili, lőttem egy nyívvel teljes világra az 1975. esztendőben, 17. szeptemberis virradólag, Csepel szürke lapájában, az igaz római hitben és hitetlenségben megmaradván hódtik. Az én idvezült asszonyomat, anyámat, a szépséges Várdai Kata asszont vötte ki Isten ez világból ugyanez órán, kinek bizon azért gyilkosa vagyok, akarat nélkül, úgy. Az én szerelmes uram, atyám, boldog emlékezetű Csokonai Péter hót meg szintén 17. napján Szent Mihály hovának, anno 1979. Életének fényes 35. éviben, életje fáját sok senyvedések nyomán, szomorúságban, maga kezével töri el, kinek nagy emlékezeti ez világon is fölmaradván, az örök boldogságban tündököljék. Én addig éppen 4 tavaszt láték, nyárt, őszt és télt. Onnantól kénytelen levék a színutatásra. Árvaságom olyanná tött, mint a lomha vizek, melyekből 14 áradásokkal utó merítkezék föl csak.